A téli hónapok talán egyik legveszélyesebb csapadéka az ónos eső. Ez akkor alakul ki, amikor a hullott csapadék esés közben a sajátos hőmérsékleti viszonyok miatt a légkörben túlhűlt állapotba kerülnek, és amikor leérnek a felszínre, a rászkódástól hirtelen megfagynak, és jégpáncélba borítják a felszíni tárgyakat. Ezt a folyamatot nagyon egyszerűen modellezhetjük a laborban. Nem kell hozzá más, mint túlhűlt állapotban lévő desztillált víz. Ezt a palackot 2-2,5 óráig hűtöttük a fagyasztóban, és a hideg felszínt pedig egy jégkocka helyettesíti. Hogyha erre szépen lassan elkezdem ráönteni a desztillált vizet, akkor látjuk, hogy ez a víz a jégkockán azonnal megfagy, hasonlóképpen, mint a természetben az ónos eső a felszínen.